Losonc Alpár írja, Németország ott áll Európa közepén, a kelet és a nyugat között, és háború dúl Ukrajnában. Ime megengedem magamnak a tény ellentétes képzelődés fényűzését. Ha nem lett volna az 1953-as londoni szerződés, akkor nem tűntek volna el a 60-as években a gyerekkori barátaim az utcából, nem kevésbedett volna az osztályunk taglétszáma az iskolában, nem írtak volna vajdasági magyar írók drámákat a vendégmunkásokról, a vajdasági magyarok nem mondták volna, hogy megyek Németbe, és még jó néhány dolog kimaradt volna az életünkből. Vagy nem örököltük volna a ma irritás kérdést, hogy van abban az időben a létező hatalom úgy alakítgatta-e a kivándorlás feltételeit, hogy a magyarok aránytalanul nagy számban hagyták el otthonukat. És talán, hogy tovább folytassam a felelőtlen képzelgés szárnyalását, még az sem történt volna meg, hogy 1954-ben a németek felülkerekedjenek, voltak éppen meglepetésszerűen, kínosan a foci világbajnokság döntőjében a magyar válogatotton, miközben e fajta esélyre, mármint a világbajnoki cím megszerzésére lehet, hogy soha többé nem nyílik alkalom. De bizony létezett eme szóba hozott szerződés, amelynek látjuk, hogy 70. évfordulója van, és amely lerakta a német felévelés alapköveit, méghozzá úgy, hogy a háború előtti és utáni adósság körülbelül 62%-át elengedte, semmissé nyilvánította azt a terhet, amely azért kerékkötő lett volna. Persze, hogy a németek munkálkodtak, méghozzá roppant serényen, a két világháborús vereség után, 1970 körül már utol is érték a briteket meg a franciákat, de hogy lenne egy Isten adta német, már-már az egeket ostromló munkaszorgalom, amely rettenhetetlenül megbirkózik a világ akadályaival, ez nem több mítosznál. És mennyire más helyzetet jelzett eme szerződés az első világháború utáni rendezgetésekhez képest, amikor a győztesek bosszút akartak venni a legyőzöttön, egyúttal lehetőséget teremtettek a második világháború kirobbanásának. Pedig a második világháború után is ingadoztak, különösképpen a világ első rangjára szertevő amerikaiak, hogy kieszeljenek valami kolosszális büntetést a németeknek, hogy végre valahára lemondjanak világhódító terveikről, és hogy mindörökre kedvüket szegjék a német hatalmi fantáziálgatásoknak. Így elmélkedett a már régóta elfelejtett, tehát porosodó Morgenthau terv, amely aztán alul maradt a stimuláló Marshall tervvel szemben, amelynek lecsorgó darabkáit szüleink és nagyszüleink is megtapasztalhatták. Németország ott áll Európa közepén, és eme szituációja nyugat és kelet közé helyezi. Amióta egységesült a 19. század harmadik harmadában, nagyságrendjével ijedelmet kelt, félnek ambícióitól, rettegéssel töltik el az államtársakat megmozdulásai, nem különben a német nemzeti bájtól, és mindezen félelmeknek nyilván a 20. század eseményforgataga rengeteg anyagot nyújtott. Ahogy egy figyelmes történész észrevette, a német nagyságrend nem akkora, hogy abszolút hatalmat birtokoljon Európában, de az elég, hogy a társak ne szeressék eme ország mozdulatrendjét, és hogy állandóan a gyanúperrel éljenek vele kapcsolatban. És megmarad a töprengés, hogyan ellenőrizni a szárnyakat kibontó, esetlegesen zabolátlan németeket, tudnillik ez a kérdés bizony élénken felvetődött még akkor is, amikor a múlt század 80-as éveiben a franciák és az angolok ugyan örömmel nyugtázták, hogy a reálszocialista Kelet-Németország kimúlt, de mindeközben létrejött egy plusz 17 millió emberrel gazdagodott óriás ország, amelynek különféle törekvései lehetnek.
Az Európai Unió minden szépség ellenére azért magában foglalja ezt a különösen francia igényt is, hogy általa a németek kordában tarthatóak. Persze, hogy mekkora sikerrel történik ez, az másik kérdés. Viszont az Európa központi részén való fekvésnek vannak eszmei vetülete is. A németek óriási gyűrközése a nyugattal számottevő és különféle teljesítményeket eredményezett. Hiszen egyfelől német eredetű az az Immanuel Kanthoz fűződő elgondolásrendszer, amely lelkesíti ezt a világrendet is, amelyet állítólag az ész által diktált szabályok öveznek, és amely akár a nyugati önértelmezés legjavát is adhatja, legalábbis eszmei vonatkozásokban. Ám ott van egy Oswald Spengler is ellenpólusként, aki megírta, méghozzá több mint 100 évvel ezelőtt, a Nyugat Alkonya című könyvét, mintát teremtve még a ma számára is. Nem kellene felejteni, hogy milyen erőteljes befolyást gyakorolt a két világháború közötti magyar írókra is, akik Trianonokán nem győztek neheztelni a napnyugat elöljáróira, és hát Spenglerből merítettek, ahogy ezt teszik ma is. Mindközönségesen német vonatkoztatottságú nem csak a napnyugat eszmei maximumát megtestesítő gondolat, hanem a nyugat napjának végleges elsötétedését beharangozó gondolat futon is. És ez a kettőség olyannyira meghatározó a talányos német létezés kapcsán. De a botorkáló, a többiekhez képest később megvalósuló német nemzeti egység is mintateremtőnek bizonyult. A sematikus meggondolás szerint ugyanis az állami védőszárny hiányában a kultúra, és a nyelv és az emlékek jelentették a nemzeti matériát. Innen a kultúra elképesztő kultusza, elmélyített dicsőítése a német önértelmezésben, és innen adódik ama érdeklődés is, amelyet a németektől keletebbre tanyázó népek, és a magyarok is tanúsítottak a német nemzeti dinamika sajátosságai iránt. Amely aztán tényleg valamilyen hegemóniához jutott el az utóbbi 15 évben. Mint hogy nincs is olyan értelmezés, amely valamilyen formában ne jegyezné, ne rögzítené ezt a hegemonikus pozíciót. Azzal, hogy ugyanezen értelmezések azért észrevették, hiszen észre kellett venniük, hogy ehelyütt nem egy megmakacsodott hegemónia törekvést lehet tetten érni, hanem, és itt idézek egy furcsa fogalmat, miszerint a németek vonakodva jutottak el eme szerepkörbe. Vonakodó hegemónia ez szerint a német, de mit is kell ez alatt érteni? Mindenek előtt azt, hogy ez a pozíció nem egy tervszerű gondolatrend folyománya, inkább hűvelyezhető ki a többiek gyengeségeiből és a történelmi mozgások forgácsaiból. És némi igazságot tényleg felfedezhetünk mindenben. Az az ország, amelyről, és ezt is szokás elfelejteni, a század elején nem volt más sokak számára, mint Európa beteg embere. És ugyanezen az ország az 2007-es válság után kapott erőt, talán szerencsét is, méghozzá kedvező iparpolitikája okán. A válság után izmosodás aztán olyan helyzetet teremtett, amely valóban megfelel a németekről szőtt elképzelések legalább egy részének, mármint az éllovas szerepről. De azt is jelenti ez a jelzet, hogy a németek legszívesebben olyan politikát űznének, amelyben nincs politika, amelyből kilógozódik maga a politika, és marad csupán a technologisztikusan, üzemszerűen működtetett gazdaság normarendszere, ne talán a sváb háziasszony szorgoskodása és gazdasági erényei, különösképpen a takarékoskodás, mint a legfőbb paradigma. Jó lenne úgy okoskodni ez szerint, hogy a gazdasági algoritmusok szabják meg az útirányt, és a politikának semmi szerep nem jut. Ez azonban egyébként sem tartható elképzelés, hát még egy olyan korban, amelyben Európát újra elérte a háború, és amely vadul
vonatkoztatja egymásra a politika és a gazdasági dimenzióit. Németország megzavarodottságában gyötrődik és killódik, és a vonakodó hegemón bebetonozott pozíciója kopásnak indult. Így elhidegült a viszony a kivételezett európai partnerekkel, a franciákkal, az istenített gazdasági mérőszámok aggodalomra adnak okot, így a hol csodált, hol szidott német külkereskedelmi többlet fogyófélben van, aztán hosszú konzervatív uralom után tavaly előtt egy tarka-barka, tekintélyt voltak éppen nélkülöző, politikai koalíció jutott a trónra, amelyben mintha hiányozna alkalomattán akár az elementáris politikai tudás is, a stratégiai gondolatról nem is beszélve. Történik mindez egy különleges történelmi pillanatban, amely éppenséggel olyan egyéniségekért kiállt, akik merészen irányt szabhatnának a homályban, a ránk telepedő ködben. Aki azon tépelődik, hogy miért van hiány jelentékeny politikusokban a világ, lehet, hogy Németországot választhatná szemléltető eszköznek. A németeket nyilván a földrajzi meghatározottságok a kiátkozott oroszok mellé helyezték. Élvezték is az orosz energiaáramlás adományait, most viszont az önkorbácsoló, kanosszát járó németelnök bocsánatért esedezik, hogy valaha kedvezményezettjei voltak eme helyzetnek. A napnyugati egység iránti makulátlan hűség vezeti a németeket arra, hogy az ukránoknak hírszerzési szolgálatokat nyújtsanak, és arra is, hogy valamennyi hezitálás után tankokat is szállítsanak az áldozatnak. Mindeközben azonban azt vették észre, hogy a különféle elköteleződések, történelmi tehertételek, meg a politika nélküli politika kontextusában elveszejtették azt a lehetőséget, hogy saját országukat védjék. És akik a nyers, durva, geopolitikai viszonylatokat firtatják, rögvest jelenni fogják, hogy időközben a nyugati világ első amerikaiak iránti alárendeltség foka erősödött. Van itt a korábbiakhoz képest drágább amerikai energia, miközben a németek legszívesebben nem foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy kirobbantotta fel a ma gázvezetéket, amelynek rossz következményeit nekik kell nyögniük. Német nagyság, Schiller versterve volt ez egykor, igaz egy másfajta korban, ma persze számolnunk kell egy sereg olyan tényezővel, amelyek beárnyékolják ezt.